Egy bábolnai és egy banai házaspár kezdeményezésére 5 évvel ezelőtt alakult meg Török Sándor táncpedagógus irányításával a bábolnai Senior Örömtánc csoport. A nyugdíjaskorú résztvevőkből álló lelkes baráti társaság számos sikeres szerepléssel büszkélkedhet, Bábolna és a környékbeli települések rendezvényeinek kedvelt fellépői. Május 18-án a Bábolnai Szabadidőközpontban gálaműsorral ünnepelték 5 éves születésnapjukat. Alakult a bábolnai örömtánc csoport, és nem tudom, hogy akkor, amikor beszélgettünk erről, amikor már itt kezdett alakulni a csoport, már táncokat is tanultatok, gondoltad volna-e, hogy 5 év múlva önálló műsorral tudtok színpadra lépni? Hát őszinte legyek, a Senior Örömtánc mozgalom az nem a színpadról szól, ugye, tehát eleve ez egy, mondhatjuk úgy, hogy egy klubfoglalkozás, ahova összejárunk, táncolunk, jól érezzük magunkat, az időseknek közösséget biztosít, ezen kívül a mozgás, az agya mozgatása, a test mozgatása, ez a fő célja ennek az egésznek. De hát, mint minden ilyen, mondhatom, hogy művészeti ágnál igény volt arra, hogy esetleg műsort is adjunk, és hát ezt nem gondoltam volna, hogy 5 év alatt idáig eljutunk, hogy akár önálló műsort is tudjunk adni. Tulajdonképpen a műsoridőbe ki tudtuk volna tölteni az 1 órát, ami a színpadon volt, viszont itt főleg fizikai korlátai vannak ennek. Itt ugye a csoportunknak a többsége most már 70 év feletti, és ezért nem kívánhattam tőlük, hogy önállóan adjuk a műsort, ezért is hívtunk 2 vendégegyüttest. De hát tulajdonképpen, ahogy megfigyeltem, itt azért 1 órát a próbákon, jó, 1 órát táncoltok, mozogtok, illetve mozognak az idősek, tehát én úgy látom, hogy nagyon jó fizikai állapotban is vannak. Igen, tulajdonképpen ezzel nincs is gond, de azért egy próbatermi tánc, amikor ugyanálunk ez szabály, hogyha valakinek valamilyen fáj, esetleg rosszul lép, esetleg úgy érzi a közérzete olyan, akkor leülhet nyugodtan tánc közben is. Ez ritkán előfordul, de előfordul, és azért a színpadon ezt nem lehet megtenni. Ugye egy ilyen gálaműsornál azért egy programot össze kell rakni. Neked óriási rutinod van ebben, hiszen néptánc együttest vezettél, meg hát végül is sok közöd van még most is hozzá, tehát ilyen műsorok összeállításában van tapasztalatod, de azért ez mégiscsak más. Igen, hát ez egy más stílus, egy más fajta táncművészet, hogy így mondjam. Tulajdonképpen ugye az 5 év alatt 6 ilyen kis összeállítást készítettünk. A 6. volt, ami most készült erre a műsorra kifejezetten. Tulajdonképpen úgy állítottuk össze a mi részünket, 3 összeállítást, 3 koreográfiát mutattunk be, hogy megszavaztuk a csapattal, kis ráhatással, hogy hát kezdjünk a legeslegelsővel. Aztán utána a másodikat azt tényleg teljesen közösen választottuk ki, és hát az új koreográfia pedig adta magát. A próbák során milyen táncokat tanultok? Mi ennek a menete, hogyan épül fel? Tulajdonképpen ugye ez a Senior Örömtánc, ez úgy néz ki, hogy el kellett végeznem egy tanfolyamot, vannak továbbképzések, kapunk zenei anyagot, illetve ezekhez a zenékhez tanulunk kisebb koreográfiákat.
és ezeket táncoljuk be ezeken a foglalkozásokon. Az, hogy éppen mit táncolunk, az ugye mindig én választom ki a próbák előtt, ugye leül az ember, átgondolja, és mindig lehetőleg legyenek újabb dolgok is, ismételjünk is mindig, és tulajdonképpen így alakul ki egy-egy próba menete, illetve hát amit a színpadon nem lehet látni tőlünk, vannak úgynevezett ülőtáncaink is, amikor széken ülve mozgatjuk meg a testünket. A zenék kiválasztása hogy történik? A zenék, ahogy említettem is, ezek készen kapjuk ezeket a zenéket a tanfolyamokon, és ezekre készülnek ezek a koreográfiák, de kihangsúlyozták mindig a vezetőink, az ottani vezetőink, hogy bármikor lehet a tánchoz illő más zenére is előadni ezeket a táncokat. Én őszinte legyek, én hagyománytisztelő emberként, én szeretem azokra a zenékre táncoltatni, amik az eredeti zenéjük, hiszen ezeket valaki megalkotta valahol, valamikor. Legtöbbnél tudjuk is, hogy kik az alkotók. Én úgy gondolom, hogy ő erre a bizonyos zenére képzelte el ezt a koreográfiát, akkor ne nyúljak bele. Honnét indultatok és hová jutottatok el? Gondolok itt létszámra, illetve hát színvonalra, mert gondolom, hogy az első lépések azért nem voltak egyszerűek, de most már a színpadon is nagyon rutinosan megállják a helyüket a tánccsoport tagjai. Hát igen, a táncosaink nagy része, és éppen ezért jó pozícióból indult a csoport, a nagy részük a Vadvirág együttes tagja volt régen, ugye, akik hosszú évek óta működtek az Idősek klubjában, és tulajdonképpen mondhatom azt, hogy rutint szereztek már a színpadon. A többiek, akik közben csatlakoztak hozzánk, vagy már az elején, ők pedig felzárkóztak az akkori vadvirágos tagokhoz. Tulajdonképpen ilyen 20-22 fővel indult az egész, és mondhatom azt, hogy ez a 20 fő plusz-minusz néhány fő, ez azóta is megvan. Igaz, hogy cserélődtek a tagok, különböző okok miatt, család, betegségek egyéb miatt volt, aki elköszönt tőlünk, de mindig jöttek újabb tagok, és tulajdonképpen van egy törzsgárda, akik az elejétől kezdve itt vannak. A törzsgárdához lehet csatlakozni bátran? Bátran, bárkit szívesen látunk, ugyanis itt nem a tánc tudás a lényeg nálunk, hanem az, hogy valaki szeretne táncolni, szeretné megtanulni ezeket a kis táncokat, és jól akarja magát érezni. A közösségünk nyitott, tehát bárki jött újként hozzánk. Volt olyan, hogy csak egyedül, vagy egy-két ember jött egyszerre, őket is tártkarokkal vártuk. Ahogy elhangzott a műsor közben, a felkonferálások alkalmával, nagyon sok fellépésetek volt ez alatt az 5 év alatt. Hát igen, megfordultunk pár helyen most az 5 év alatt. Volt, hát többségében helyi rendezvényeken, Kukorica Fesztivál többek között, Kukorica Fesztiválon volt az első fellépésünk 2019-ben az alakulásunk évében, és aztán egyéb más helyi rendezvényeken előfordultunk, illetve felléptünk. Ezen kívül a megyei nyugdíjas szervezet szervezésében kétszer Tatabányán, illetve egyszer Etén léptünk fel, valamint a megyei önkormányzat szervezésében egy Komárom programra is eljutottunk. Tulajdonképpen most a két vendégegyüttes részéről már elvi meghívás történt a következő időszakra. A nagyon jól érezték magukat, hál' Istennek, és azt mondták, hogy szeretnék visszahozni majd a meghívást. Honnét érkezett a két vendégegyüttes, akik mellettetek felléptek még a színpadon? Az egyik Bőnyről, a másik Gönyűről érkezett. Ők a Judence tánciskolának a senior örömtánc csoportjai, Nyitrai Judit vezetésével, és ő hozta el két csoportját. Folytatás? Bízunk benne, épp most beszélgettünk a próba elején, hogy bízunk abban, hogy a 10 éves évfordulót még ugyanilyen erővel és lendülettel
ezzel a gárdával, akár kiegészülve újakkal még együtt tudjuk ünnepelni. Hát így legyen. Az egyik törzsgárda házaspár, és azért ketten vannak itt házaspárok. Ritkaság, hogy a férfi és a hölgy tag is részt vesz. Kezdetektől itt vannak? Ez úgy kezdődött, hogy a feleségem az első előadáson is itt volt, vagyis a táncon, és akkor, mikor hazajött este, vagyis a tánc után, mondta nekem, hogy hát gyere, állj, nézd meg a következő táncot, aztán ha tetszik, akkor beállsz. És a következőre eljöttem, és akkor megtetszett, aztán azóta itt vagyunk. Jobb így párban táncolni? Persze, nagyon jó, nagyon jó, nagyon szeressük. Egy olyan kellemes időtöltés, amit ilyen 80 éves korban azért már nagyon jó ez nekünk. Olyan jó a társaság. Odafigyelünk egymásra, gyakran találkozunk. Milyen volt a színpadon? Éjszaka a feleségemmel, hogy is mi következik, hogyan lesz. Semmi nem jutott eszünkbe. De ott a színpadon azonnal ott, mikor a zene megszólalt, akkor már tudtuk, igen. A zene úgy hozza magát. Hát a családom is azt mondja, anyu, csináljátok, amíg bírjátok, menjetek, mert ez fiatalon tart benneteket. Tőletek indult ez a kezdeményezés, illetve hát az Ábrádi házaspártól, ők már nincsenek itt, de ti töretlenül csináljátok, és hát mondhatom fiatalosan, ügyesen. Én örülök neki, hogy végre alkalmam van erről az egész háznak az indulásáról beszélni, mert amikor ez a tánc beindult, én úgy jöttem el csak, hogy a feleségemet elkísérem. Mondom, eljövök vele egy-kétszer, ne jöjjönnek egyedül, és közben történt valami, mert a Sanyi annyira megszeretette velem ezt a táncot, hogy utána nem hagytam ki egyetlen egy alkalmat se, mert nagyon sok örömet és társaság, nagyon jó a társaság összejött. Úgyhogy a feleségemmel közösen nagyon jól érezzük magunkat, bármelyik próbára jövünk, és amikor készülünk például egy-egy föllépésre, az egy olyan kis izgalmat jelent, az is földobja az ember életét, és ez olyan jó dolog, én szerintem. Jó, hogy mi így ketten járunk, mert mi otthon tudunk gyakorolni. Átbeszéljük a lépéseket, van úgy, hogy le is táncoljuk. Mi egyébként szoktunk otthon is táncolni, mert nekünk a tánc nagyon fontos az életünkben, szeretünk táncolni. Az rendben van, hogy szerettek táncolni, de ez a színpadi fellépés, ez mennyiben változtatta meg ezt az egész történetet? Hát én megmondom őszintén, hogy nem szoktam izgalmat érezni, én azt is élvezem. Az is jó dolog, hogy ebben a korban kerültünk egyáltalán színpadra. Ez egy különleges élmény számunkra, ez egy igazi örömforrás. A színpadi föllépésről én is szeretnék egy-két szót mondani, mert én életemben még kisgyerekkoromban sem voltam színpadon. Tehát a Sanyitól merítettem ezt az erőt, olyan erőt adott nekem, hogy simán fölmentem a színpadra lámpaláz nélkül, és letáncoltam a táncomat. Ez olyan sokat jelentett nekem, mert hát ugye ennyi idős korban az ember hát már nem nagyon lép színpadra. De Sanyi kihozta belőlünk ezt az érzést, a színpadi érzést. És ez nagyon, nagyon fölemelő, pláne amikor megtapsolnak bennünket. Az olyan sok erőt ad, és további munkához sok erőt, hogy le a kalappal. Na, Anikó nénit inkább a prózai műfajból ismerjük, de hát bizonyított a táncban is. Nagyon szeretem csinálni, hát addig, amíg tudok mozogni, ez tényleg nagyon egészséges. Ugyanúgy a agyunkat frissíti, sokan furcsálják, hogy itt állandóan cserégessük egymást, ez azért van, hogy mindenki visszataláljon oda, ahol volt. Tehát ez egy tényleg egy ilyen időskori tánc is. Hogy tetszik érezni magát? Én nagyon jól érzem magam, és ott is nagyon jól éreztem magam egyébként. Ilyenkor az ember elfelejti, hogy fáj a fejem, fáj a lábam, fáj a hátam, semmi sem fáj, ha megszólal a zene.
ez teljesen jó így. Nehéz megtanulni ezeket a lépéseket, vagy pedig azért? Hát először például a görögnél nagyon nehéz volt, de most már azt tudjuk, ott már együtt vagyunk. Ott már együtt vagyunk. Néha eltévesztjük, de most már azért egyre jobban megy. Hogy esett a fellépés múltkor? Köszönjük nagyon jól, úgyhogy élveztük ezt a kis műsort. Nagy izgalommal, de. Igen, nagyon ritka, amikor nem jövünk a próbán. Esetleg az orvosról megyünk, vagy mit tudom én, de ilyenkor nem fáj a lábunk, mikor próbálunk, mert mikor táncolunk, akkor nem fáj semmi. Mi a legjobb ebben ezen kívül, hogy nem fáj semmi? Hát a közösség, együtt vagyunk többen, és igen, már megszokott, hogy nagyon sokan együtt vagyunk, beszélgetünk közben, meg hát olyan megszokott társaság, nagyon jól esik együtt lenni sokszor. Meg ilyenkor elfelejtjük azt, hogy fáj a derekam, vagy a térdem, aztán semmi bajunk. Csináljuk ezt a... Mennyire fáradtak el például azon a fellépésen, mert az azért egy kicsit meg... Egy kicsit azért, szerintem... Nem volt, nagyobb volt az izgalom. Szerintem lehet azért, lehet azért. Lehet azért. A druk nagyobb volt, hát igyekeztünk azért mindent helyrehozni, de azért sikerült, jól éreztük magunkat, nagyon jó volt.